A tiltakozó megmozdulások ellenére az osztrák parlament alsóháza a világon elsőként megszavazta a koronavírus elleni általános oltási kötelezettség bevezetését. Februártól a védőoltás a 18 évnél idősebbek számára lesz kötelező, ami alól csak a várandós nők és azok képeznek kivételt, akik a védőoltást orvosi okból nem kaphatják meg. A jogszabályt még jóvá kell hagynia a parlament felsőházának, de az már csak formalitás. A szavazás előtt Karl Nehammer osztrák kancellár ösztönző és jutalomcsomagot jelentett be. Az önkormányzatok anyagi támogatást a beoltottak oltási lottó utalványt kapnak. A támogatás tényleges jutalom lesz az önkormányzatoknak annak függvényében, hogy a közösségben hányan részesültek már védőoltásban. Az így kapott összegeket az önkormányzatok a saját közösségeikbe fektethetik, bemondta az osztrák kancellár. Franciaországban Jean Castex miniszterelnök a járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldását jelentette be február 2-ától kezdődően. Emellett hétfőn lép életbe az oltási igazolványa beoltottak számára, akiknek így már nem lesz szükségük negatív tesztre egy sor tevékenységhez. Párizsban ismét tanárok sztrájkoltak a tanintézményekre vonatkozó szigorú, de zavaros koronavírus protokoll miatt. A mostani sztrájkhoz azonban jóval kevesebben csatlakoztak, mint az elsőhöz. Svédország lazít a karantén szabályokon és megkönnyíti a kulcsfontosságú munkaköröket betöltő munkavállalók, például egészségügyi és rendőrségi alkalmazottak munkába állását. Csütörtökön napi rekordot jelentő közel 40 ezer új fertőzöttet vettek számba az országban. Moszkvában 24 óra alatt közel 12 ezer új fertőzöttet regisztráltak, ami az orosz fővárosban szintén napi rekordnak számít.